Elkezdtük a Sonic Dream Team-et és kipróbáltunk már is 2 játszható karaktert a 6-ból, Sonic és Amy. Ők voltak a boost típusú karakterek, elkezdtük a játékot, az első zónát teljesítettük, 3 pálya és a boss. Ezek után oldottuk fel a következő 2 karakter játszásának a lehetőségét. Tails és Cream. Rájöttünk, hogy akkor ez a Flytype a repülési karakterek lesznek, de nem itt fordultak ők elől. Tails szerintem nem kell nagyon bemutatni, ő már a Sonic 2 óta a legjobb barátja, segédje és követője a főszereplőnknek, Sonicnak. Ott van mindegyik játékban már a 2-es óta, és figyel, segít, okos, ügyes, repülős. Team Sonicnak a tagja, becsületes és állandó szereplője. Sonic Heroes-ba is bemutatkozott, ott van benne Sonic, Tails és Knuckles. És a másik Flytype-os, mai videós karakter Cream is szerepelt a Sonic Heroes-ban, csak ő egy másik csapatot erősített. Team Rose, Amy, Cream és Big the Cat. Ők voltak itt hárman, és ők csapatták az ellenfeleket. De Cream nem itt mutatkozott be először. Először ilyen easter egg-ként lehetett észrevenni a Sonic Adventure első részében, ott repülgetett, a szemfülesek észrevehették. Viszont aki szerette volna, hogy játszható karakter legyen, egy kicsit várni kellett még a Sonic Advance játékok trilógiájában a második részben, tudtuk megmenteni őt, és aztán játszhattunk is vele. És a csapatos dinamikát a Sonic Advance 3 hozta el újra, ahol párba lehetett állítani a karaktereket, és megnéztem, hogy milyen nevet kap az a csapat, ami Tails és Cream csapata, és annyit írt ki a játék, hogy oké! Ez már réges-rég volt, annyira nem rég, mert most játszottam újra, de itt a lehetőség, 2023. decemberében a Sonic Dream Teamben újra játszhatunk Tails-szel és Cream-mel. De előtte, hogyha nem akarsz platformer játékos videókról lemaradni, akkor iratkozz fel, lájkold, és ne feledd bekapcsolni a csengőt. Újabb zóna, amiben jutottunk, az a Dream Factory, az álomgyár, itt készülnek az álmok, viszont Eggman ide is eljutott. Tails az a karakter, akivel elkezdtem a játékot, és meghódítottam ezt a gyárat. Láthattunk láva csapdákat, láthattunk ilyen lila, rózsaszínes folyadékokat. Ariem, a bárány, ő volt az, aki elmondta, hogy mi ez a folyadék, és miért ilyen félelmetes színű összekorruptálódott, mert Eggman érkezett ide, és ez a Imagination, ami az Imagination szónak az I lecsípésével alkotódik. Most már nem álomgyár van itt, hanem rémálomgyár, úgyhogy ne aludjunk most, hanem csapassuk tovább. Olyan a játékmenet, ahogy megszokhattuk, Tails-szel felugrunk, aztán pöröghetünk és repülhetünk fölfelé. Repülésnél jön egy karika elő, ami jelzi, hogy mikor érjük el a maximális magasságot, onnan már csak lente fogunk kerülni. Második pályán játszottam Cream-mel, ugyanolyan repülőtípus, ugyanolyan játékmenetű, mint Tails, csak ott van a kis segédje, kis csáója, Cheese, aki játékmenetben nem változtat semmit, viszont ott van, mosolyog. Megjelenik itt a karakterváltás ezen a pályán belül, a kis háromszöget, ha megnyomjuk a kontrolleren, akkor miközben állunk, akkor ki lehet választani a 6 karakterből, hogy melyikkel szeretnénk haladni, attól függően, hogy megvan-e mind a 6. Nekünk jelenleg 4 játszható karakter van. Aztán ilyen repülési karikák jelennek meg még, amin ha keresztül repülünk, akkor resettelődik, újra töltődik, megint repülhetünk magasabbra, tehát egész nagy magasságokat elérhetünk, hogyha a játék tervezői, fejlesztői és a pályadizájn ezt lehetővé teszi. Aztán mielőtt a harmadik pályára tovább jutok, kellenek még álom gömbök, úgyhogy visszatértem és teljesítettem még pályákat. Volt egy időpálya, ahol át kellett váltanom a karaktert, és alig maradt egy másodperc a befejezésre. Cream-mel is mentem egy jó kis checkpontos kívást, az is nagyon tetszett nekem. Viszont a 2-es pálya utolsó gömbjéhez már azt írt a játék, hogy szükségünk van Knuckles és Rouge karaktereire. Úgyhogy így mentem tovább a harmadik pályára, hogy más teljesítettem, és visszatértem a főszereplőre, akinek a neve a játékbotban. Sonic, let's go! Egy jó kis pálya, jó kis játékmenet, grindolunk, ugrálunk, boostolunk és haladunk.
jöhet a boss. Bossnál a sztori az volt, hogy van egy ilyen Guardian Hunter, valamilyen őrző, valamilyen vadász, akit meg kellene állítanunk, és akkor Eggman közbe küldött nekünk két ellenfelet is, vagy igazából egy boss, csak két fázis. Nézzük! Jöttek ezek a kis bábuk, aztán amikor befejezték a támadásokat, a bábukra rá lehetett sebezni, utána pedig jött a második fázis, egy nagy hatalmas robot jött ellenünk, és ez a robot támadózott, nem tudtunk mi visszaütni jó sokáig, de aztán később, amikor újra töltődik, és megemelkedik a lávaszint, a vízszint, a rémálomszint, akkor mi hátulra oda tudunk repülni, és akkor le tudjuk győzni. A repülés Tails vagy Creammel lehetett megtenni, tehát ez most az ő boss fightjuk volt. Kicsit számomra lassú volt, mert sokat kellett várni ahhoz, hogy támadhat. Következő helyzet pedig Rouge és Knuckles lesz. A Nightmare Maze című pályán rémálom labirintus, no.